Aszfaltjavítás a Táncsics és a Damjanics utcán, valamint 1600 méter hosszú járdaépítés további három utcában. Tiszalök saját forrásból 55 millió forintot fordított ezekre a 2016. évi beruházásokra. Ebben az évben egy BMS pályázatot nyertünk belterületi utak építésére, ez 15 millió forintos mérték volt, ezt kiegészítettük nyilvánvaló az önrészünkkel, illetve egy olyan utcát érintett, aminek gyakorlatilag körülbelül háromnegyed részét sikerült ebből a fejlesztésből megcsinálni, és emellé tettünk még 8 millió forintot, és a tranzit forgalmat lebonyolító útról beszélünk, nagyon fontos volt, hogy ezt megcsináljuk. És ebben az évben lehetőség nyílt önerőből további utak építésére, illetve kátyúzásra, rekonstrukciós munkákra. Idén 7 topos pályázatot nyújtott be a tiszalöki önkormányzat, ezek közül 3 kiemelkedő fontos beruházás van. Az ipari terület alapinfrastruktúrájának fejlesztése, a zöldváros program, illetve a fenntartható turizmus fejlesztés. Ezek összértéke megközelítőleg 3 milliárd forint. Utóbbit a település meglévő természeti kincseire alapozzák, ez az élő Tisza, a hozzátartozó strand és a holtág. Tanösvény és ökocentrum már működik itt, a stranddal együtt a látogatottsága 17-18 ezer főt is eléri évente. Ezek fejlesztése a térség szempontjából lenne kiemelt fontosságú. Az is fontos, hogy itt a belterületünkön, a központban kicsit városiasabbak legyünk, egy kicsit a régi, megszokott környezet megújuljon. Tehát ez is nagyon fontos. De én azt gondolom, hogy a munkahelyteremtés az mindenhol és mindenkor nagyon fontos. Mi közvetett módon szeretnénk a lehetőséget bővíteni, így az ipari park címmel rendelkező területünknek az alapinfrastruktúra fejlesztése én szerintem a legfontosabb. Ez azt jelenti, hogy jelenleg van olyan földterületünk, ami már ki van vonva a művelési ágból, de a többsége még nincs. 11 néhány hektárról beszélünk. A további tervek közé tartozik a város intézményeinek energetikai fejlesztése. Nyertes pályázatok esetén a beruházásokat jövő tavasszal kezdik, és várhatóan 2018-ban be is fejezik.